Egy új, ugyanakkor kedves arc fogadja a betegeket a Deleskő gyermekorvosi rendelőben mostanság. Ő nem más, mint dr. Durányik Melinda, csecsemő és gyermekszokorvos, aki a Debrecen Egyetemre járt az általános orvosi karra, és itt szerezte meg diplomáját 2010-ben. Televízió kísérlet okozott rendelőjébe, hogy közelebbre is megismerkedhessünk vele. Beszélt tanulmányairól, családjáról és a munkájáról egyaránt. Én már talán általános iskola előtt is orvos szerettem volna lenni, és ezt a vágyamat úgy végig megőriztem a tanulmányaim során. Majd végül sikerült bejutnom az orvosi egyetemre, és így lettem orvos. 2016. novemberében szereztem meg a csecsemőgyermekgyógyász szakorvosi képesítést, és eddig a rezidensi szakorvos jelölti éveimet különböző helyeken töltöttem. Dolgoztam városi kórházban, dolgoztam megyei központi kórházban, illetve dolgoztam a gyermekklinikán és Debrecenben. Ezek alatt, az évek alatt úgy fokozatosan alakult ki bennem a vágya az alapellátás felé. Kolléganőimtől szereztem tudomást arról, hogy barátdoktornő visszavonulni készül, és ennek megfelelően értékesíteni készül a praxisát. Így vettem fel vele a kapcsolatot, és hát januártól van lehetőségem itt dolgozni helyettesként, alkalmazottként. Egy nagyon, nagyon szép, berendezett, korrekt infrastruktúrájú orvosi rendelőt biztosít számunkra az önkormányzat. Tényleg megfelelőek a szakmai feltételek. Az eszközökről én fogok gondoskodni a későbbiekben, de már is rendelkezésre áll a teljes felszerelés, és igazából a tapasztalataim, ugye januártól volt lehetőségem a hozzám tartozó betegek, szülők nagy részét megismerni, és azt mondhatom, hogy úgy éreztem, hogy bizalommal fordultak hozzám, amit szeretnék ezúton is megköszönni, és hát célom, hogy későbbiekben is megfeleljek ennek a bizalomnak. A csecsemő és gyermekgyógyászati ellátás az az újszülött kortól egészen a 18 éves kor betöltéséig folyamatos ellátást, folyamatos felelősségvállalást jelent, úgyhogy ilyen korosztályban fogadjuk a betegeket. A rendelési idő az gyakorlatilag nem változik, annak megfelelően, ahogy barát doktornő is rendelt, a délelőtti órákban 8-tól 1 óráig van a hivatalos rendelési idő, és hát vannak készenlétes napok, amikor tovább biztosítjuk a rendelkezésre állást. A körzetben nagyon gondos szülőket volt lehetőségem megismerni, ami egy fontos szempont, hiszen a gyermekgyógyász nagy részt a szülőkre támaszkodva dolgozik, illetve hát itt az alapellátásban még nagyobb szerepet játszanak a szülők, és itt tényleg gondos odafigyelő szülők vannak, akik időben fordulnak orvoshoz. Általános gyermekbetegségek azok itt is előfordulnak a folyamatosan érő immunrendszernek köszönhetően a kora gyermekkorra jellemző betegségekkel találkozom. Itt is vagy előfordulnak a krónikus betegségek, a jellemző gyermekkori krónikus betegségek egy-egy képviselője. Azt mondhatom, hogy jó a gyermek populációnak itt az egészségi állapota. De ahogy már említettem is, a vágyam az, hogy megfeleljek a hozzám fordulók bizalmának, és hogy a javát szolgáljam az itt élő gyermekeknek. Szeretnék nagy hangsúlyt fektetni a betegségek megelőzésére, hiszen az alapellátásnak ez az egyik különleges feladata. Ez nagyon nagy odafigyelést, gondosságot igényel, beszélni talán könnyebb róla, mint megvalósítani. Célom, hogy erre fokozott figyelmet fordítsak. Dr. Durányik Melinda, csecsemő és gyermekgyógyász, tehát várja a 19. életévüket még velem töltött gyerekeket minden hétköznap 9-től 12 óráig a gyermekorvosi rendelőben.